Önök a Balassa magazint látják, köszöntöm nézőinket. Egy nyaralás is járhat olyan betegségekkel, melyek gyógyítása gondot okoz Magyarországon. Mindezt Ternák Gábor professzor mondta azon a találkozón, melyet a trópusi betegségeket gyógyító orvosoknak rendeztek. A klímaváltozás hatására rövidesen Európa belső vidékein is honosak lehetnek olyan élőlények, melyek trópusi betegségeket hordoznak. A trópusi betegségek megjelenése Magyarországon nem új keletű, mondja Ternák Gábor professzor. A malária, a kolera vagy a sárgaláz régen is megvolt. Akkor még nem tudták ezt gyógyítani. Az utolsó maláriás beteget, aki itthon fertőződött, a 60-as években regisztrálták. Az igazi veszély abban van, hogy bizonyos kórokozókat hordozó emberekből a szúnyogok itt kiszedik a kórokozót és terjed tovább. Ez sem új jelenség. Olaszországban, illetve hát azokon a mediterrán környékeken meg lehet kapni olyan lázas betegségeket, amik a távol-keleten vagy Afrikában vannak, például a chikungunya láz, még kimondani is érdekes. Chikungunya láz járvány van a Po-delta vidékén. Ezt úgy hozták be, hogy akik hordozták a vírust, bejött a vektor, ugye a szúnyog, mert az éghajlatváltozás miatt szúnyoga nem hallgatja a meteorológiai intézetet, csak érzi, hogy valami kellemesebb dolog történik vele. És ezért más olyan betegségek is lehet, hogy lábra kapnak, amiktől félünk. Például a dengi láz, ami egy nagyon komoly, Magyarországon is előfordult, tehát beurcolva volt, és a malária. Például a maláriát Görögországban már simán meg lehet kapni. Arra kell számítani, hogy az időjárás változása Európa belső területeire is becsalogatja majd a kórokozókat. Van egy olyan parazitás betegség, úgy hívják a schistosomiázis, ahova az kell, hogy bizonyos tavakban a hőmérséklet mondjuk a vízbe 20 fok körül legyen, mediterrán régióban ez megvan, és ott a csigák terjesztik, tehát a csigák az egyik közvetítő gazda, és ezeket már bizony, ezeken a szigeteken meg lehet kapni, ha valaki édes vízbe fürdik. Ezekre a folyamatokra fel kell készülni a szakmának, mert jelen pillanatban ez nincs így, mondja Ternák doktor. Minden környező országban vannak olyan intézmények, vagy kórházi osztályok, intézmények inkább, amelyek mondjuk trópusi betegséggel foglalkoznak egyetemi szinten is. Magyarországon a László kórházban néhány elszánt kollega velem együtt, meg a, mint az Almási Pisti ilyenek kollégák, meg akiket én ottkint Kenyába próbáltam ilyenekre oktatni, meg Nigériába, azok foglalkoznak, de rendszer szinten nincs. Tehát azt a szakmai indolenciát áttörni, amit én próbáltam elmúlt 10-15 évben, hogy az egyetemek vegyék komolyan. Hát ugye olyan hazamegy a mondjuk Nigéria, ugye azt ismerem a legjobban, diák azoknak egy évig még tanulni kell, otthon nem engedik beteghez nyúlni, mert itthon nem tanulnak Magyarországon, nem tanulnak kellő nagyságrendben, meg kellő mélységben azokról a betegségekről, amik ott vannak. Almási István a kórház főorvosa is az elszántak között tartozik, maga is hosszú időt töltött Afrikában, tanulmányozva ezeket a betegségeket. Ezt a élményt megosszuk másokkal, és próbáljunk azon dolgozni, hogy más kollégák is, szakemberek, akik a fertőző betegségekkel foglalkoznak, de általános orvosok, sürgősségi orvosok is kapjanak trópusi ismereteket, alapismereteket, és nagyon szeretnénk elérni, hogy ifjú kollégák, akik ki tudnak lépni a komfortzónájukból, ott a helyszínen is tanulmányozhassák ezeket a betegségeket, mert a gyakorlat nélkül az elmélet az nagyon gyenge lábakon áll. Ha valaki egyszer
élesbe látta ezeket a betegségeket, és a körülményeket, amik ezeknek az alapját képezik, akkor ezt soha az életben nem fogja elfelejteni. Valamilyen szinten a későbbi szakmai döntéseit is ezek meg fogják határozni. A trópusi betegségek egyelőre nem jelentkeznek nagy számban Tolna megyében, mondja Almási doktor, de fel kell készülni a megjelenésükre. Hogy egyre többen a kis hazánkból, Szekszárdról, Tolna megyéből utaznak trópusi vidékekre, és nagyon sokan kérnek ezzel kapcsolatban tanácsot, hogy hogyan viselkedjenek, mit szabad tenni, mit nem szabad tenni, oltások, egyéb kérdések. Ez nagyon fontos dolog. Mindenképpen tisztában kell lenni azzal, hogy furcsa betegségek lehet összeszedni, tehát olyan betegségeket, amik sajnos az itteni orvosi gondolkodásban már hát nem nagyon jelennek meg. És ugye nem is lehet elvárni, hogy alapellátásban vagy rutin kórházi ellátásban ezeket kapásból diagnosztizálják, de annak mindenképpen a beteg fejében is jó, ha ott van, ezt is próbáljuk népszerűsíteni, hogy a utazási anamnézis nagyon fontos, és az első észlelő orvos fejében is, hogy utazás van-e a közelmúltjában, és ugye föl kell hívni a figyelmet, hogy valóban a mediterrán utazás is már egyfajta kockázatnövekedést jelent, amit nem kell dramatizálni. Tehát én is nagyon szívesen utazok mediterrán országokba. A szívem csücske Afrika, és szeretek oda utazni. De tisztában kell lenni, hogy ennek van bizonyos kockázata, és a kockázatot azt mindenképpen a maga módján próbálja csökkenteni az ember. Lelki egészségnapot szerveztek a szekszárdi Barassa János Kórházban, ugyanis világviszonylatban Magyarország a második helyen szerepel az öngyilkosság gyakoriságában. Az öngyilkosság elleni világnap célja a figyelemfelkeltés, valamint a pszichiátriai problémákhoz és a pszichiátriai problémákkal élőkhöz kapcsolódó előítéletek elleni harc, a lelki egészség középpontba állítása. Az életben nagyon fontos a belső egyensúlynak a megtalálása, ami segít átlendülni a hétköznapoknak a nehézségei. Vagyis az ember mentális állapota is alapvető része egészségének, mondják a szakemberek. A Lelki Egészség Világnap célja, hogy a pszichológusok és pszichiáterek felhívják a figyelmet a mentális egészség fontosságára. Az Egészségügyi Világszervezet szerint az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség hiánya. A legtöbb ember azonban erről nem feltétlenül vesz tudomást. Ők úgy vélik, ha éppen nem fáj semmiük, ha nem találnak náluk fizikai elváltozást, egészségesek. Mentális állapotunk felborulásának első jele lehet a szorongás vagy a depresszió. A művészet és a tudomány azonban segítik a mentális gyógyulást. Erről szólt a Szekszárdi Balassa János Kórházban szervezett tematikus előadás, és arról, hogy a mentális egészség érdekében akár napi néhány perc mozgással is sokat lehet tenni. Többek közt a táncról beszéltem, amely a kognitív működésnek a vitaminja. Jól tudjuk, hogy egészségünknek a megőrzését és szellemi képességeinknek a megőrzését a mozgásformák közül leghatékonyabban a tánc képes megtámogatni. Ezért beszéltünk ma erről, hiszen nem csak terápiáson alkalmazható, hanem a prevenciónak egy jelentős pillére lehet. És a táncon kívül más művészet is, mondjuk szobrászat, írás is segíti ezt a gyógyulási folyamatot? Ezt a gyógyulási folyamatot segíti, sőt, osztályunkon is működik például biblioterápia,
ahol verseket, irodalmi műveket elemeznek és állítanak a gyógyulás szolgálatába. A betegeinknek a nagy része ebben részt vesz, tehát főként a rehabilitációs részlegeken tartózkodó pácienseknek a gyógyításában alkalmazzuk a biblioterápiát. 40 másodpercenként megöli magát valaki a világon, évente 1 millió ember hal meg öngyilkosságban, és ennél 20-szor magasabb azok száma, akik megpróbálnak végezni magukkal, ám nem sikerül nekik. Kertész Ágnes, a Szekszárdi Balassa János Kórház osztályvezető főorvosa azt mondja, a lelki problémák többsége az emberek elszigeteltségéből fakad, és emiatt az ilyen betegségek gyakran nem oldhatóak meg kizárólag orvosi kezeléssel. A számunkra ezért is nagyon fontos ez a nap, hiszen a pszichiátriára mai napig egy kicsit úgy tekintenek, mint egy különbségre. És mi szeretnénk megmutatni azt, hogy ma a tudomány és a művészet eszközeivel is hogyan tudjuk segíteni a pacienseinknek a felépülését, hogy későbbiekben teljes egész életet tudjanak élni. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a pacienseink életében megmutatnunk, hogy a számukra vannak kreatív források, és ez a forrás bennük is megvan, és meg lehet találni. Ezért nagyon széles az a paletta, amivel megszólítjuk őket. Irodalom, festészet, tánc, torna, ezzel mind segítjük, hogy azok a kreatív források megtalálhatóak legyenek, amik rejtve vannak. A másik pedig ugye a tudomány. Ma nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a kognitív tudományokra, amit ma már a mindennapi gyógyításba mi bevetünk, és ezzel szintén segítjük azt, hogy a pacienseink közelebb kerülhessenek saját magukhoz, és azokhoz a megoldásokhoz, amivel hatékonyabbak tudnak lenni. Magyarország sokáig világelső volt az öngyilkosság gyakoriságában, és bár a 80-as évek közepén csökkenésnek indult a magyar öngyilkosok száma, a javuló tendenciának 2007 óta vége szakadt. Ugyanis világviszonylatban Magyarország a második helyen szerepel az öngyilkosság gyakoriságában. Egy kórház megítélésében nagy hangsúlya van jelen a tisztaság. A Balassa János Kórház háttér intézményeit bemutató sorozatunkban ezúttal azokkal találkozhatnak, akiknek a rend megteremtése és megtartása mindennapi feladatuk, ők a takarítók. Egészen más takarítani egy egészségügyi intézményben, mint mondjuk otthon. Bár a cél mindkét esetben a tisztaság, ám ennek mértéke egészen más mércével mérődik, mint a háztartásban. A kórházi takarítók az egyik olyan háttérintézmény, mert ugyan láthatatlanul, de mégis nagyon fontos szerepet játszik a mindennapokban. Nálunk ugye a takarítás az nem csak tisztító takarítás jelent, hanem főleg fertőtlenítő takarítást. Nagy rész felületek esetében ugye nálunk fertőtlenítőszerek vannak használva, míg az otthoni takarításnál jellemzően tisztító takarítás, ugye ott az optikai tisztaság a lényeg. Tehát az, hogy csillogjon, hogy szép legyen, hogy jól érezzék magukat az emberek. Nagyon jó példa erre mondjuk maga a felmosásnál. Többször kaptunk kritikát ugye több helyről, hogy nagyon vizesen törölnek föl a takarítóink, és amíg otthon ugye mi rendesen kicsavarjuk, és tényleg azt szeretnénk, hogy ne kerüljön olyan anyag feltétlenül a felületre, ami az optikai szépséget zavarja, addig például a fertőtlenítő felmosásnál nagyon fontos, hogy az az anyag az rászáradjon az adott felületre, hiszen akkor tudja a fertőtlenítő hatását kifejteni, hogyha az a munkaoldat fölkerül. És annak van is egy behatási ideje, tehát nem lehet az, hogy én most fölkentem és letörlöm, hanem igenis legtöbb esetben fél óra ugye a behatási idő. Mindez azt jelenti, hogy maga a tisztítási technológia is másképpen zajlik, mint otthon. Nem is beszélve a gépekről, berendezésektől, egészen mondjuk a törlőrongyokig, itt mindennek szigorú rendje van. Nagyon fontos a rendszeres ellenőrzés is, hiszen a kórokozók pillanatok alatt támadásba léphetnek.
képzeljék el ezt mondjuk egy olyan helyen, ahol sebek vannak. Ellenőrzésekkor szoktunk használni UV-jelölő, ami rendes látható fényben nem látszik, viszont mi meg tudjuk nézni ezáltal, hogy az adott takarító tényleg letörli azt a felületet fertőtlenítő oldattal, vagy nem. Tehát, hogyha meg szeretném mutatni, akkor itt most mondjuk egy sötétebb helység, csak a világos, amit itt megkapcsolom, akkor látványosabb lesz. Ráírom mondjuk a mai dátumot, mert úgy gondolom, hogy holnap vissza akarok rá ellenőrizni, az a 30-a van? Mondjuk a kapcsolóra is ráírom, mert ezek a felületek egyébként azok, amiket minden nap többször is, ugye, mert ezeket fogja, ezek a legveszélyesebb területek. És ezeket ugye UV-fény hatására itt a rendes fényben is látszik, hogyha ez nincs letörölve, akkor látszik, de hogyha mondjuk lekapcsolom a villanyt egyébként, akkor még látványosabb lesz ez az egész. Tehát, hogyha nincs letörölve, ugye akkor mi látjuk. A takarító ezt nem látja, és hogyha ő azt mondja, hogy ő megcsinálta, még minden másnap rá tudunk ellenőrizni, mert hogyha ezt letörölte, akkor ugye ez nem látszik. A kórház egész területén 120 fő dolgozik azon, hogy rend és tisztaság legyen. Akkor vagyunk elégedettek, hogyha minden rendben van, hogyha ha nincsenek eltérések az adott területen az ellenőrzésekkor. Tehát én akkor vagyok elégedett, illetve hogyha az a visszajelzés is van, hogy elérhető a takarító és rendben végzi. Itt nagyon fontos egyébként a kórházi takarításnál, hogy vannak intenzívebb fázisok, de itt inkább az alaposságon van a hangsúly és nem a gyorsaságon. Tehát van olyan a reggeli időszak, és ebbe is sok kritika ér minket, hogy megzavarjuk a betegek nyugalmát, ugye a reggeli gyakorlatilag mi vagyunk majdnem az első zajkeltők ugye a legtöbb területen. Vannak olyan fázisai, illetve olyan helyei a kórháznak, amit nem lehet később, mert később baleset veszélyes, beindul a vizit, beindul a szállítás, tehát gyakorlatilag az csak abban az időszakban lehet. Sajnáljuk, hogy így van, de igen, tehát ezeket ilyenkor kell elvégezzük, ezeket a feladatokat. A takarításhoz szükséges gépek ára nem olcsó. Így ezek vándorolnak az intézményben, mint ahogy a takarítók is. Hiszen erre a munkára nehéz megfelelő mennyiségű embert találni, mert hogy takarítani folyamatosan kell. Egész évben, minden nap. Nagyon használ a Barassa János Kórház jó hírnevének elvitelében, egészségügyi berkekben, hogy a 3 éve sokak bánatára megszűnt kórházkupa országos kispályás szabadtéri labdarúgó tornát magára vállalva a teljes rendezést, annak költségeit is a szekszádi helyszínnel újraélesztette. A nagy sikerű színvonalas tornán 22 városi, megyei, illetve klinikai központ csapata mérte össze tudását a műfüves pályán a szekszári sportközpontban. Nem sűrűn fordul elő, hogy egy szakma képviselőjét manapság mondhatni országos lefedettséggel a legnépszerű sportág a futball kispályás változatának űzése közben figyelhessük. Eltűnőben országszerte az ilyen mamut tornák, pedig lenne rá igény a különböző szakmák képviselői részéről. Például az egészségügyi dolgozóknál, akiknek a rendszerváltozás után is megmaradtak az országos tornáik, de a folyamatossága 3 évvel ezelőtt rendező hiányában megszűnt. Orvosok, szakdolgozók, mentősök nem kis bánatára tegyük hozzá. Jött a mentő Szekszárdról. A Balassa János megyei kórház vezetése az idén szeptember végén felvállalta a népszerű országos kórházkupa újraindítását. 22 városi, illetve megyei kórház küldt el csapatát a Tolna megye Székhely sportközpontjába, annak műhüves pályáin megtartott 2x10 perces meccsekből álló kispályás tornára. Ez egy hosszú hagyományokra visszatekintő rendezvény egyébként, a kórházak országos foci tornája, ez évekkel korábban Budapesten került rendszeresen megrendezésre. Az elmúlt 3 évben sajnos nem volt, és a focit szerető munkatársak nagyon hiányolták ezt a rendezvényt, és innen jött az ötlet, hogy mi lenne, ha mi fölvállalnánk és megrendeznénk. Mi pedig úgy gondoltuk, és jó magam is úgy gondoltam, hogy a közösségépítés, a közösségi program, az egészségügyben való összetartozás erősítése, meg hogy egy kicsit a gőzt ki lehessen engedni minden napok után,
abszolút a rendezvény mellé álltunk, és a munkatársaimmal együtt, és mondhatom, hogy mindenki gyakorlatilag társadalmi munkába, szinte a napi feladatokon felül vállalta az ezzel kapcsolatos mindenféle többlet munkát és többlet kötelességeket. Alig volt megye, ahonnét ne érkezett volna városi, fővárosi vagy éppen megyei kórházat képviselő csapat. A házigazda Szekszárdi Balassa János kórház képviseletében a foci iránt dolgozói nagy érdeklődést kifejezve két csapat is indult, és ne feledkezzünk el, hogy a Szekszárdi mentőállomás is önálló csapattal képviseltette magát a kórházkupán. Betegvezetőktől, biztonsági szolgálattól, orvosokon, mindenki, aki a kórházban dolgozik, szereti a focit, az itt van. Több játékosunk is van, aki a városi bajnokságban hetente kétszer focizik, ezen kívül többen eljárnak még egyéb csapatokkal is focizni, tehát azt mondom, hogy nem hiszem, hogy gondot fog jelenteni a több mérkőzés a mai napon. Kikapott a nyitó mérkőzésen a Kórház 2 a jó erőkből álló Kecskeméttől, de az egység az erő a futballtudás alapján okkal reménykedhettek Balázs Szabolcsék a további pontszerzésben a csoportjukból való továbbjutásban. Időközben pedig szintén azulkékben pompázó Szekszárdi Kórház egyes pályára lépett. Az első meccsen nekik sem sikerült a pontszerzés, de aztán a csapat karizmatikus menedzser típusú vezetője Almási Sándor sikerélményekről tudott beszámolni a folytatásban. Sajnos az első meccset a mi hibánkból elveszítettük, a második meccsen hál' Isten hoztuk a forba voltunk és nyertünk is, és remélem, hogy ez kitart a torna végéig. Ki ellen nyertetek, és tulajdonképpen mi annak a meccsnek a tanulsága, az, hogy lehet tovább álmodni? Szeretnénk igen tovább álmodni, mert ugyanis benne van mindegyünkben a jó futball lehetősége. Mi különböztetni meg a Szekszárd 1-et a Szekszárd 2-től? Igazából semmi, mert nagyon szeretjük, tehát ugyanúgy föl tudnánk állni, hogy a Kórház 2-ből is egyes csapatba, hogy az egyes csapat, ez csak egy, most valahogy meg kellett jelölni a csapatokat. Mindegyünk a foci szeretete és a mozgás öröme miatt futballozik. A 22 kórház egy-egy csapatában feltűntek húzónevek, úgynevezett spillerek, akik nemzetközi szinten is helytálló magyar orvos válogatottnak is a tagjai. Ilyen orvosberkekben Szekszárdon is ismert Mohácsi Pap Zsolt, aki egy erős mohácsi csapat arca, inkább frontembere. A legutolsó, ami azon ott voltunk a végjátékban, és most is szeretnénk a négy közé. Az a minimális cél. Úgy érzem, hogy van esélyünk, de azért van sok jó csapat, van sok jó játékos. A mohácsi orvosnak amiatt volt hiányérzete, persze nem csak neki, hogy az orvos kollégák száma sajnálatos módon erősen csökkenő tendenciát mutat a különböző csapatokban. A Pécsi Klinikai Központ néven szereplő együttesben éppen ellenkezőjét lehetett tapasztalni. Domináltak ugyanis az orvosok az együttesben. Hiába no, azért náluk jóval nagyobb a merítési lehetőség, mint más megyeszékhelyen, kisebb városokban. Nézem a csapatokat, az ömében azért szakdolgozók vannak a csapatokban, nálunk viszont csak orvos jelenleg, ami talán véletlenül köszönhető, mert hát akkora ugye a Pécsi Tudományegyetem, hogy talán is vesznek a tehetségek, nem igazán tudjuk, hogy hol fotiznak, jól fotiznak-e. Úgyhogy a tehetségkutatókat tartani év elején. Lehet, hogy ezt kellene valóban. A mostani csapatból is 5 játékos játszik az orvos válogatottban. Én magam is már kiöregedőben vagyok, de van egy 45 fölötti csapatunk is az orvos válogatotton belül, és amikor van ilyen orvosi világbajnokság, akkor játszik a fiatal csapat, ugye a rendes bajnokságban, és játszik egy 45 fölötti csapat is egy külön bajnokságban. Nagyon szeretik Pécsett a focit, az orvos focit, úgyhogy évről évre azt hiszem, hogy a legnagyobb arányban Pécsről kerülnek az orvos válogatottba játékosok. A Honvéd Kórházzal egy nagy meccsen x-eltek a pécsiek, ami óvatosságra intette őket. De ugye elnéztük a csapatokat, föl kell kötni a nadrág szíjat, úgyhogy igen. Szekszárdot több okból is szívébe zárta a foci szerető pécsi csapat kapitánya. 8 évig jártam ide vállalkozó orvosként fülorgégészetre, úgyhogy nagyon szép éveket töltöttem itt, volt havonta 4-5 alkalom, amikor megfordultam, sokat operáltam, Tornamegyei betegeket gyógyíthattam, úgyhogy szépen még kell kötnek ide a Szekszárdhoz. Hogyha ezt a tornát megrendezik, mi nagyon szívesen jövünk, minden évben itt leszünk, és hát bízunk abban, hogy idén is szép sikerrel zárjuk ezt a tornát. Nagyon örülünk neki, hogyha megrendeznék minden évben, mert nagyon jó volt az első 6 torna, és nagyon jó sikerült. Mekkora közösség ez a Mohácsi Kórház csapat? Hát, akik futballoznak, azok a saját csapatukban edzenek természetesen, és akkor fél évente
rendezünk különböző tornákat, játszunk a környező csapatokkal, pécsi csapatokkal, Decsel szoktunk játszani, Decsőrek fiúkkal, és akkor elmenjünk ilyen mindenféle tornára. Nem csak Pap Zsolték, aztán a pécsiek és a két szekszárdi csapat, na meg a mentősöknél felállt Tolna megyei együttes venné jó néven a nekik szánt tornákat, egyéb rendezvényeket a későbbiek során, hanem ahogy rögtönzött párbeszédekből, a hangulatból kiszűrődött, szinte minden résztvevő a 22 városi, illetve megyei kórház dolgozói is. Végig remek hangulatban, szabadidős kategóriában magas színvonalú és roppant sportszerű volt a kórházkupa. A küzdelem hevében is az egészségügyek, példamutató módon persze, vigyáztak egymás testi épségére, hisz sérülés miatt kieső dolgozó pótlása az egészségügy mai helyzetében nem egyszerű történet. A rendező Szekszárdi Balassa János Kórház túl azon, hogy a Szekszárdi Városi Bajnokságban az itt látott két csapatot már régebb óta szerepelteti, túl azon, hogy szívesen lennének ennek a kórházkupának a házigazdái az elkövetkezendő években is, a kórház esze égiszén belül is a vívás a tenisz mellett, látva a fiatalabb és a középgenerációkhoz tartozó dolgozók lelkesedését, a kispályás focinak még nagyobb teret kíván adni. A kórházi foci csapat játszik a városi bajnokságban. A kórházi foci csapatot korábbi években indítottuk az országos bajnokságban is, tehát abszolút nem új keletű, hogy a futball is megjelenjen a kórházi sportágak között, és akkor talán elmondhatom azt a nem titkolt reményemet, hogy még más sportágakat is föl tudunk majd venni. Én hiszek a sportnak a közösségépítő erejében, úgyhogy most, ha a foci csapatunk már fut és rendezvényeken vesz részt, bízok benne, talán majd a futókat sikerül megmozgatni, hiszen sokan futnak a kórházon belülről, és hát majd amilyen sportágban még csak lehet, szeretném, hogyha tudnánk közösen részt venni. Mivel már most két csapatra való játékossal rendelkeznek a szekszárdi kórházosok, nehezen tervezhető szabadidő ide vagy oda, belátható időn belül még egy nagypályás szekszárdi kórházi csapat megalakulása sem elképzelhetetlen. Nagyon örülünk neki, hogy nagyon nyíltan és őszintén állnak hozzánk, mert ugyanis azért egy ilyen jó háttér nekünk öröm, és mi megpróbáljuk magunkból a lehető legjobbat kihozni, focizunk. Ugye a sport egészséges, de abszolút arról is szó van, hogy tudjuk azt is, hogy a sportnak van közösségépítő szerepe, és egészen máshogy működnek a mindennapok a munka során, hogyha az ember ismerősként vagy csapattagként tekint a másikra, és nem ismeretlenül. És hát természetesen a szabadidőnek is egy hasznos eltöltése. Meg hát én azt gondolom, hogy ezzel egy kicsit példát is mutatunk, tehát hogyha az egészségügyi dolgozók hasznos, egészséges, értelmes dologgal töltik az idejüket, az nekünk is, családtagjainknak is, meg talán egy kicsit kifelé is egy pozitív példa lehet. A 22 csapatos kórházkupát a nagykanizsai Kanizsai Dorottya kórház csapata nyerte 2019-ben. A Kecskeméti Kórház lett a második, a harmadik helyen pedig a PTE klinikai központ csapata végzett. A szekszárdi csapatok közül a Kórház 2 nevű együttes szerepelt a legjobban, tovább jutva a csoportjából egészen az előkelő hatodik helyig menetelt. A Kórház 1 együttese 19. helyen zárt, a mentősök éppen előttük a 18. helyen végeztek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!